Egy perces néma tiszteletadással kezdődött Fejérvár megye önkormányzatának idei első közgyűlése. A közelmúltban elhunyt Lukács László néprajzkutatóra emlékeztek a képviselők. Az ülés legfontosabb döntése a 2024-es vármegyei költségvetés elfogadása volt. Szerintem jól mutatja a vármegyei önkormányzatunk szerepvállalását, hogy a 280 millió forint körüli központi támogatási főösszeghez képest 4,5 milliárdos költségvetést tudtunk elfogadni. Ennyi önként vállalt feladatot, projektet visz a vármegyei önkormányzat. Az ezében ebből fogunk gazdálkodni. Természetesen minden olyan éves szabályzatot jóvá hagytunk, szabadságolási terveket, hivatali dolgozóknak az illetmény megállapítását, ami az egész éves működésre kifoghatni. Molnár Krisztián kiemelte, stabil, kiegyensúlyozott gazdasági háttér áll a vármegyei önkormányzat mögött, ugyanakkor nehéz év következik. Sajnos mindannyian tudjuk, hogy alig lettünk túl ezen a sajnálatos világjárványon. Most itt van ez a gazdasági helyzet, amit a keleti szomszédunkban dúló háború és a rossz brüsszeli szankciós politika kiváltott. Ez minden hétköznapi ember és minden önkormányzat számára plusz nehézséget, kihívást tartogat. Azt látom, hogy ennek közösen meg fogunk tudni felállni. A vármegyei önkormányzat elnöke hozzátette, kiemelt cél az, hogy minden fejlesztést meg tudjanak valósítani minél előbb, annak érdekében, hogy a településeken élők életkörülményei javulhassanak.